Na sziasztok, Csán vagyok, és elérkezett egy újabb videó, ezúttal a Food Champions 2.0-át láthatjátok itt, a második menetelésemet a Food Champions-be, egészen pontosan harmadik, de a másodikat azt nem vettem videóra, mert nem tudtam akkor megvágni, és itt van az egyik csapatunk, a Serie A csapat, ahol nem volt sok változás, Alan, ott a baloldali belső középpályás helyett volt Banega, meg volt Hamsik is pár meccsig, de Alan lett végül a akivel befejeztem, és azt a két csapatot mutattam, itt pedig volt a Bundesliga csapat, kisebb hibával, nem változott semmi. És rögtön láthatjátok az első mérkőzésünket, amit egy ilyen hibrid csapat ellen játszottunk, és be is kezdtünk elsőre, rögtön Müller szerzett gólt 72. percben, eddig az előzőn is, meg az azelőttin is vereséggel kezdtünk, ezt láthatjátok is. De most sikerült győzelemmel kezdenünk, Draxler fejezte be 86. percben a helyzetet, ő lett a man of the match egy góllal, nagyon jól játszott az egész Champions alatt Draxler, és nagyon jól játszottunk az első meccsen, láthattátok is, rögtön egy jó kis győzelem. Második mérkőzésen egy hibrid csapat ellen megint, Bundesliga BBVA hibrid, nagyon erős csapat, igazából jól is játszottak, de Kalinic ellen nem volt ellenszer. Az 5. percben Kalinic megszerezte a vezetést, aztán a 2. félidőben tudtunk már majd csak újat húzni, megint Kalinic volt az, aki a 63. percben beköszönt Medel passzából, és a végén természetesen Kalinic adta meg a csattanót, a 89. percben megszerezte a Mester 3-asát, ellenfelünk tényleg jól játszott, szóval a statisztikákon ez látszik, hogy neki sok lövése, több lövése volt, nem sokkal, de jól játszott, befejeztem a helyzeteimet, volt egy Kalinicem, ebben volt a különbség, és egy Serie A csapat ellen játszottunk, ahol a 45. percben Draxler szerezte meg a vezetést egy gyönyörű szabadrugás gólból, kilőtte a felsőt, és deb, ha már van deb, akkor én is néha debelek, nagyon ritkán most már, az elején többször volt, és ezt vissza is lassítottam inkább, nézzük meg, gyönyörű Draxler gól volt, azonban utána érkezett El Shaarawy még rögtön a félidő előtt, és egy-egyre módosította az állást. A 2. félidőben Florenzi tette le Manolasnak, aki nem kényelmezett nekünk. 62. perc, Manolas golyával vezetnek, és a kitámadtunk, szóval Cuadrado bepasszából El Shaarawy volt eredményes. 3-1 a végeredmény, első vereségünk megvolt, ez már bronz 2-be volt. Ibra Juniors ellen jobban játszottak, nem is fér kétség hozzá. Ezután egy BPL, vagyis PL csapattal játszottunk, ők is azért az erősebb játék előtt képviselték, de itt az elején szerencséjük volt, többször visszapattanó után Pályé fejezte be 5. percbe az akciót, majd nem értem, hogy hogyan ez ilyen képtelenségnek tartottam, Daniel Starr is lefutott a Bruno Peres, pedig Peres tényleg nagyon gyors, a gyorsaságáról híres, 2-0-ra módosította ezzel az állást, aztán még az első félidőben Smalling a 20. percben 3-0-ra módosította az állást, és igazából innen már csak visszakapaszkodni tudtam. Kalinic a 60. percben lőtte egy gólt, ebben 3-1 lett. Majd a 87. megint Kalinic passzolta le Cuadradónak, aki befejezte az üres kapura 88. perc, de sajnos már nem volt több izgalom a mérkőzésen. Eldőlt, 3-2-re kikaptunk, ebben 2-2 volt a mérlegünk. Láthatátok, sokkal jobban játszott ellenfelünk, mint mi. Majd egy Bundesliga csapattal játszottunk, ahol volt egy Infor Forsberg, de rögtön mi szereztünk vezetést, Boateng lépett fel, ő indította a támadást, és ő fejezte be az akciót, de erre Robben válaszolt még az első félidő végén, majd Thiago Alcantara már a másik félidő elején módosította 2-1-re az állást, és Renato Sanchez a végén bepasszolt a Konopjánkának, aki a kipattanót értékesítette, így 3-1-re kikaptunk, már negatívba voltunk, ellenfelünk megint jobban játszott, itt egy ilyen kis úgymond stuck volt leragadás, nagyon leragadtunk itt az elején a két győzelem után, de aztán szerencsére jött egy meccs, amit az Old Trafford-on játszottunk, és ellenfelünk nagyon jó csapata volt, nekünk viszont nagyon volt a lelkesedésünk, Kalinic már az elején vezetés szerzett, aztán megint ő érkezett a 26. percbe, láthatátok, hogy góljai nagy részét a Serie A csapatba Kalinic szerezte. Nagyon jól játszott ezen a tornán az elején, a végére nagyon-nagyon legyengült, de ezt majd a torna végén láthatjátok. Medel 3-0-ra módosította az állást, amit ellenfelünk nem is bírt el, és mindjárt láthatjátok, hogy Récs Vittel kilépett Kárlángas FC 35. percben, így
maradt, így 3-3 lett a statisztikánk. 3 győzelem, 3 vereségnél jártunk. De ez még mindig péntek esti történet, péntek este jártunk ilyenkor. És itt kezdtem elfáradni egy picit, bevallom őszintén. Egy full PSG csapat ellen játszottunk, ahol is 3-0-ra simán kikaptunk, nem tettem bele a gólokat. Cavani lőtt egy mesterhármast, ellenfőnk sokkal jobb volt nálunk. Igazából ezt nem is nagyon kell részletezni, a Parc des Princes-be nagyon-nagyon elvertek minket. És ez egy észrevétel, mindig azok győznek általában ellenem, akik 2013 vagy az előtt kezdtek el fifázni. A Foot Founder-ektől 2011-12-13 mind-mind kikapok. Itt is láthattátok, hogy 5-0-ra vesztettem a 2011-es kollega ellen. 2011-ben alapult a csapata, ha jól tudom. Boateng lett még így is a man of the match, hogy 5 gólt kaptunk. Szóval képzeljétek, milyen rohamokat éltünk át, nem 2015. Majdnem, de nagyon csúnyán kikaptunk. Itt mondom, a péntek esti fáradalom az kezdett kiütni, de mondtam, hogy szeretnék játszani, szeretnék jobb lenni. De lehet, hogy ez igazából a Foot Champions kárára ment rá. A következő csapat megint egy BPL csapat volt, Vardival, Player of the Month Azárral, meg ilyenekkel, Scott Bailey Challenge Pályéval, de Kalinic szerzett vezetés még a mérkőzés 26. percében, aztán Vardy az 52. percben belőtt egy könyörtelenül a kontrából az egyenlítő gólt. Tényleg szép volt, Vardy sebességét nagyon jól kihasználta, de rögtön rá az 54. percben Alexandrónak nagyon-nagyon szerencsés gólja volt, és így 2-1-re megint mi szereztünk vezetést. Ez a végeredmény 3-1 lett, egy gól sajnos kimaradt itt. Kiegyenlített volt a meccs, tényleg szerencsésebb voltam és picit talán jobban fejeztem be a helyzeteimet. Ez már egy szombati nap volt, ha jól emlékszem, mert ott kezdtem el újra-újra győzni. Egy full inform csapat ellen játszottunk, 2 nem inform volt egészen pontosan benne, de igazából ez nem látszódott meg a játékos teljesítményén, hogy full inform, szerintem csak nyitott valami nagyon jót. Müller szerzett vezetést a 35. percben, aztán Draxler Csicsarító játék végén Csicsarító fejezte be az akciót. Draxler, megint mondom, nagyon energikus volt ezen a mérkőzésen és jól játszott. A 62. percben pedig Müller estében is átpördítette Ruffier fölött, így 3-0-ra vezettünk. Deb ezt nem bírta el ellenfelünk, kirédzselt. Következő meccsen Ronaldo, Griezmann, Bale, igen baráti kezdő csapattal néztünk szembe. Nagyon megijedtem, mert Ronaldótól az előző Foot Champions-be is kaptam pár gólt, és itt is Handanovic bebizonyította azt az oldalát, hogy miért nem érdemes megvenni. Igazából ez volt az egyetlen egy hibája minden meccset egybevéve, de védéseket nem rakok bele, mert akkor órákig tartana a videó, pedig Handanovic nagyon-nagyon sokat segített, ahol Banega is, láthatjátok, hogy Banega szerezte meg nekünk az egyenlítő gólt. De még 2 kapufa után kipattant Griezmann elé, amit befejezett, így újra náluk volt az előny, náluk volt a vezetés. Kroos lövése után volt a 2 kapufa. De aztán a végén a 82. percben Mertens érkezett, és visszapattan hozzá 82. percben, 2-2 lett az állás. És jöhetett a hosszabbítás, a hosszabbítás pedig általában jól bírtam ebbe a Foot Champions-be. Például most Mertenshez pattant a kipattanó 112. percben, Dries Mertens duplázik, és amúgy ő lett a meccs hőse, mert még övé volt a csattanó, itt kilépte 2 az egybe, Pepe kilépett Mertensre, de Kalinichez lepasszoltuk, Kalinic pedig ellép, és elgurítja gyönyörűen De Gea mellett. 120. perc, 4-2, eldöntöttük a mérkőzést, Mertens 2 gól, 1 gól passz. Man of the match, megérdemelte, nagyon jól játszott már ő is ezen a részén a tornának. És hát ellenfünk sokkal többet lőtt kapura, de kihasználtuk a helyzeteinket, szerencsénk is volt, ezért ezt hozzád kell tennem. És következik egy squad building challenge, ami Black Friday alkalmából volt, mert ez a torna Black Friday alatt ment le. Untradeable informot kapunk belőle, 84-es overall megvan, igyekeztem összehozni. Beáldoztam Banegát, ezért érkezett a helyére egy másik kollega, Alan. És itt van a Guarantee Team of the Week 10 inform, amit ki is nyitottunk utána egyből. És igazából benne volt csatár Ronaldo a Team of the Week-be. Mindig őt szerettem volna kinyitni, már mindig avval a célzattal nyitottam pakot, hogy hát ha ő lesz benne. Ezúttal egy angol volt, aki nem Harry Kane, hanem Jermaine Defoe. Defoe-t nem használtam, hanem felhasználtam egy másik
Squad Building Challenge-re, de természetesen ez is benne lesz a videóban, mert ez a két folyamat itt párhuzamosan folyt. Aztán rögtön egy BPL csapattal nézünk szembe, Inform ST Alexis Sanchez, de 11-esek lettek, 2-2-es állás után, ha jól tudom, Chicharito panyánkázta az első 11-est, és Fellaini lőtte nála az elsőt, aki viszont nagyon-nagyon kegyetlenül belőtte, Lénónak esélyese volt, Müller lőtte a következőt, Müller simán előtte bal oldalra, Petrček jobbra vetődött, Juan Mata állt oda a másik 11-eshez náluk, de ezt is nagyon simán belőtte. Itt már azért kezdtem érezni, hogy hova fogja lőni. Draxler állt a labda mögé, megtorpan, de sajnos Cseh kivédi, Draxler itt most hibázott. Ellenfülnél a csereként behozott Marcus Rashford, aki középre belövi, izomból 3-2-re vezetnek. Kivetődtem sajnos a labda elő, Konopjanka. Konopjanka megint rosszul lövi, Cseh kifogja, és így nem volt más hátra, mint Alexis Sanchez eldönthette a mérkőzést, és el is döntötte, nagyon simán belőtte sajnos. Láthatjátok, 2-2, Chicharito lőtt két gólt, ellenfelünk kell nagyjából egy szinten voltunk. Itt egy szombati kis kimaradás volt, ezután egy pár meccsen nagyon-nagyon sok vereség lesz, de ezt láthatjátok majd. Itt is van például a következő mérkőzés, ahol sajnos megint kikaptunk a BPL csapattól, amit előbb láthattatok. Eredmény az 3-0 lett, ez kimaradt sajnos. Itt egy hibrid csapat, Lacazette-tel, Aurier-rel, Benarfával, Benarfa és Di Maria is megbolondított engem, mind a ketten ugye 5-csíros cselezők, és Di Maria szerezte az első gólt a 24. percben. Erre még volt válaszunk, Medel lépett ki, aztán intott a Kalinicset, és Kalinics szokásos módon bepöccintette a kapuba. Igazából majdnem mindig, amikor oda került a kapu elé, tudott tenni valami jót. Mindig tudott gólt lőni, 82. percben, mikor kitámadtam, mert azt mondom, hogy szeretném a győzelmet, ő meg azt mondta, hogy kontrázni fog, és Di Maria, aki az első gólt is szerezte, eldöntötte. És így a 82. percben ellenfelül megnyerte ezt a mérkőzést, mert innentől neki már nem volt visszaút. Kalinic lett a meccsembere, Foot Founder természetesen, de végig egyenrangú partnerek voltunk, mondom, mint megálltunk 6 győzelemnél. Következő ellenfelünk 4 informa rendelkezett, nagyon jól játszott. Igazából azt hiszem csak a végét vágtam, igen, mert kikaptunk 2-0-ra Belotti és Brozovic góljával. Ellenfelünk tényleg lemosott, és kevés lövés volt, az ilyen unalmasabb meccs volt, de amit ellenfelünk oda került, akkor ő belőtte. Megint egy hibrid alakulat, Götzével, Gonzalo Castroval, Balotellivel, méghozzá Inform Balotellivel, Jorisszal. Nem volt túl sok összhangja, de nagyon megvert minket. A végén lett ez a meccs ez ilyen csúnya, mert 3-2-nél voltunk, míg a 85 percnél aztán kitámadtam, és esélyem se volt. Egy BPL, BBVA hibrid, ahol is viszont már kezdtünk ébredezni. Konopjanka, Müller és Draxler labda útja. Draxler 19. perc, 1-0-ra vezetünk. De erre még azonnal volt válasza, Batshuayi 33. percben megszerezte az egyenlítő gólt, és 11-eshez jutottunk, amit viszont Draxler nagyon pimaszul bepányánkázott a kapu közepébe. Ez a 36. perc történése volt. Majd a 45. percben újabb 11-es, most nem pányánkáztam, hanem előttem jobb oldalra. Draxler ezt is higgadtan belőtte, megvan az első mester 3-as a csapatban, 10.0. Ő volt a különbség ezen a meccsen az ellenfelünk és köztem. Már láthatjátok, sokkal több lövése volt, mint nekem, de mégis én használtam ki jobban a lehetőségeimet. Itt Sturridge indul meg, bepasszolja Eriksennek, és Mané fejezi be az akciót. 1-0-ra vezet az ellenfelünk. És nagyon örülnek, igen. És elvesztettük sajnos ezt a mérkőzést, de 15 perc anyag el is veszett sajnos, ahol a következő meccsre belépünk, ami egy nagyon-nagyon őrült meccs volt. Láthatjátok, 1-0, majd 1-1 Draxler egyenlített Marcia góljára. Aztán Piszczek jön, bepasszolja, Chicharito is bepasszolja a kapuba. Aztán 27. percben meglőtték Marciának a labdát, aki ami Batshuayi, és ő lepasszolta, Feguli az üres kapuba bepasszolja. 28. perc, 2-2, nagyon-nagyon gólgazdag meccs, így kezdődött ez a jó kis Foot Champions. Aztán Konopjanka megkerül az ember, és nagy nehezen bepattan róla, ez életem egyik legmázlisabb gólja volt szerintem. 43. percben, de még erre is volt válasza az ellenfél, de még mindig az első fél időben Marcia bal külsővel igen-igen felragasztotta oda a felső sarokba, Lénónak esélyt se adott.
és a másik fél egy hibából Marcial kilép, és a magyar szurkolók most nagyon rossz érzése lehetnek, mert visszapattal rá természetesen, mint Ibrahimovicra annó ugye svéd meccsen, 4-3 az ellenfelünek, majd 5-3 Konopjánkán megpattanó labda. 66. perc, itt kezdtem azt hinni, hogy ez a meccs is elúszott, de Chicharito Hernández nagyon szépen jött, bepasszolta Draxlernek, aki pedig Müllernek, aki pedig belőtte a kapuba. 68. perc, visszajöttek az esélyek, visszajött minden remény, és a 85. percben Müller érkezett, és Müller megszerezte az egyenlítést. Hosszabbításban semmi nem történt, 11-esek voltak, Batshuayi az elsőt, az kapufára lőtte nagyon nagy szerencsére, Chicharito Hernández viszont odaállt, és ő pányenkázott, ellenfelünk kapus, hogyha már elvetődött, akkor könnyű dolga volt így. Martial fut neki a másik 11-esnek, amit Lino maga biztosan védett. Aztán Müller árt oda, aki pedig a kapuba nagyon erősen belőtte, érezte az irányt Butland, de nem tudta fogni szerencsére. Feguli állt oda, Feguli pedig megint azt az oldalt választotta, mint az előző két kolléga. Így én rossz irányba vetődtem. 2-1 az állás ide. Draxler megint panyenkázó, megint elvetődött ugyanoda a kapus. 3-1 az állás. Barkley áll oda, és Barkley bepanyánkázza, megetett minket azzal, amit mit csináltunk meg kétszer, de ez már nem változtathatott a lényegen. Konopjánka pedig belőtte, vagyis nem mondom, hogy maga biztosan, de Butlandről bepattan, így megnyertük ezt az őrült mérkőzést, 5-5 lett a végeredmény, és 11-esekkel nyertünk 2-4-re, így értük el a Silver 3-at. Majd egy erős BPL csapat ellen jött a folytatás. Ott volt Aguero, Sterling, Petr Cseh és De Bruyne is. De Bruyne szerzett vezetést a 45. percben, de a másik fél időben egészen másképp jöttünk ki. Pjanic megtolja a labdát és felvarja a filóba. 57. percben esélyt se adott a kapusnak. Pjanic megint nagyon jól játszott ezen az egész tornán, de Sterling is nagyon jól játszott ellenünk. Sajnos átnyeste a labdát, ez egy ilyen lehetetlenyes is volt szerintem, de mégis sikerült. De Cuadradónak is ilyen lehetetlenül gyenge lövése volt, az is bepattant. 72. perc, majd aztán De Bruyne érkezett, és De Bruyne a 82. percben megszerzi saját maga második gólját. De itt még mindig nem volt vége ennek a mérkőzésnek se, itt is egy őrült mérkőzés volt. 90. perc, Cuadrado érkezett, és ezzel megmentette nekünk a becsületünket. És egyenlítés, hosszabbítás lett. Hosszabbítás után pedig Pjanic 11-ese, 94. perc, amit megtartottunk végig Pjanic duplájával és Cuadrado duplájával. 4-3-ra megnyertük ezt a mérkőzést is. Nagyon-nagyon hosszú mérkőzés volt ez, és jól játszottunk, ellenfelünk is jól játszott, de megérdemeltük a győzelmet érzésem szerint. Következő ellenfelünknek Bundesliga csapata volt Boateng, Aubameyang, Douglas Costa, Arjen Robben, de mit se tudott tenni Müller ellen, aki a 45. percben kilépett már a hosszabbításban, és 1-0-ra módosította az állást. Majd jött a beadás, és Boateng simán befejelte az 55. percben. Aztán pedig Draxler indításából Chicharito lép ki. Chicharito elgurította a kapus mellett, de Szokratis még belekotort, így is biztos, hogy bement 79. percben. 81. percben már teljesen összeesett ellenfelünk. Jobban játszott, sokkal jobban játszott, sokkal több lövése volt. 4 kapura tartó lövésemből 4 gólom volt. Most ez ilyen volt sajnos, így alakult. Hát nekem nem sajnos, ellenfelemnek sajnos. Következő ellenfelünk egy BPL csapat, 1-0-ra megvert minket, de lefociztak minket a pályáról konkrétan. Az az 5 lövés nagyon csalóka, mert ilyen távoli lövésekkel próbáltam operálni. Nagyon-nagyon gyenge meccsem volt itt. Ez a sok jó közé beékelődött idei rossz. De ez ilyen szombat délutánon volt már, amikor picit kezdtem formába lendülni, és így megint egy BPL csapatot kaptunk. Nem volt túl erős, mert ott volt Zabaleta, Mustafi meg ilyenek, és Draxler meg is szerezte a vezetést a 23. percben. Julian Draxler nagyon-nagyon jól ment végig, Chicharito pedig 2-0-ra változtatta az állást, ez is lett a végeredmény. 718 coinnal lettünk gazdagabbak, és még egy győzelemmel. Ezen a meccsen már tényleg az a igazán jól játszó csapat volt itt. Ezután következett egy BBVA csapat, egy igen jó hátvéd sorra, kivéve az egyik belső hátvéd, de ez már a 3. percben megtört, Gary Medel kapott hatalmas labdát Pjanic-tól, és ezzel el is dőlt a mérkőzés, de mondom, nagyon jó védelemmel rendelkeztek, kevés lövésem volt, jól fogták az embert, de egy hiba elég volt ahhoz, vagy egy villanás elég volt ahhoz,
hogy megnyerjük a mérkőzést. Egy hibrid gárda ellen mentünk a következő mérkőzésen. BBVA, BPL és Serie A is volt itt. Aztán a 22. percben Konopjánka szerezte meg a vezetést. Ez volt Konopjánkának a legnagyobb meccse szerintem az egész FUT Champions alatt. 45. percben még Fellaini egyenlített, de aztán Konopjánka kiosztja a gólpasszát az 59. percben, és Müllernek egy méterről nagyon könnyű dolga volt. Majd Csicsáridó kiosztja Konopjánkának a gólpassz, és a 82. percben el is dőlt a mérkőzés. 3-2 lett, ellenfelül még tudott egyet kozmetikázni Dybala bepasszából. Mané volt eredményes a 89. percben, de ez túl későnek bizonyult. Konopjánka man of the match, láthattátok. És egy újabb győzelem, újabb nagyon pontos helyzet kihasználás, ez nagyon-nagyon sokat tudott nekem segíteni. És itt az egyik legnehezebb meccsünk, nagyon sok jó játékos, Chiellini, Bonucci, ott volt még Movember, Bellarabi, Kamp vezetést is szerzett a 19. percben, de aztán védelmi hibát kihasználva Cuadrado és Medel lejátszották, aztán Medel kilőtte a hosszút, nagyon-nagyon pontosan célzott és nagyon erősen lőtt, szóval két meccsen zsinórba gólt szerzett, mármint amit a Serie A csapattal játszottunk. Aztán Bellarabi lépett ki, 57. perc, megint náluk volt a vezetés, de megint nem adtuk fel, 66. percben Bruno Peres megszerzi az első gólját a klubunkban, és de aztán jött még egy beadás Royce-tól Csicsáritó felé, aki befejelte a labdát, pedig Handanovic még hozzá tudott érni. 3-2, és a 94 pluszban már ultra attackingon vagyok, amikor érkezik egy beadás, Konstas Manolas érkezik, és a 90. pluszba sikerült megszerezni a vezetést nekünk, amit aztán nem követett újabb gól, így hosszabbítás, majd 11-esek jöttek, ellenfelünk az elsőt kihagyta, Mertens pedig bepanyánkázta, ez már ilyen szokásom már vált, hogy az első 11-es mindig panyánká, ellenfelünknél Royce rúgta az elsőt, aki viszont maga biztosan belőtte ide jobb oldalra. Kalinic átadta nálunk a második büntetőhöz, bal oldalra nagyon simán, nagyon higgadtan belőtte. Tőlük Hernández volt a következő rugó, aki viszont szintén elég simán belőtte, nem nagyon éreztem most az irányokat, viszont Cuadradoval nagyon gyengén lőttem meg. Így egyenlített az ellenfelünk úgymond 11-esekbe, de Bellarabi lövésénél meg én éreztem az irányt, így újra nálunk volt az előny, ha ez bemegy, akkor előnnyel fordulunk a következő körre, és Banega középre belőtte, nem teljesen így akartam, nem volt túl elegáns, Kevin Campbell, aki az első gólt szerezte, odaáll, és Handanovic dobbant egyet magán, ezzel kivédi a 11-est, és sajnálatosan azt kell mondanom, hogy ez volt az utolsó győzelmünk ebben a FUT Championsben. Itt ért véget a szombat estén, milyen 2 óra fele jártunk, lefeküdtem aludni, mondom, hogy holnap így meg kell, hogy legyen a Gold 3, mert mindig arra megyek rá, hogy a következő FUT Championsban bent legyek. Láthatjátok, Silver 1-et elértük, innentől 4 győzelemre volt, de valamiért vasárnap úgy keltem fel, hogy ez nem biztos, hogy meg lesz nekünk. Hiába voltak fordulatos és jó meccseim is, de láthatjátok, rögtön az elsőn 3-1-re kikaptam. Ilyen egy kiegyenlített meccsen csak a helyzet kihasználás döntött ellenünk. Itt a BPL csapat ellen játszottunk, ahol nagyon-nagyon gyors csapat volt összeépítve, és egy nagyon masszív középpálya Matic-sal és Firminóval. Mertens lógódul meg, Pjanic bepasszolja, 1-0-ra vezetünk a első félidő végén, de ezt ellenfelünk rögtön kompenzálni tudta a másik fél idején bepasszal, amit muszáj értékesített, 48. perc, de aztán megint Banega, 59. percben még mindig Éver Banega volt, aztán 77. perc, Marcial belövi, 2-2, nem volt innen több gól, irány a hosszabbítás, a hosszabbításban pedig egy nagyon-nagyon szerencsétlenül két emberen is megpattanó lövés, 104. perc, Nemanja Matic megszerezte a győzelmet ellenfelünknek, és itt már lehetett érezni, és én legalábbis már úgy éreztem, hogy ezen a napon nem lehet az, hogy én nyerek. Majd fejtük a gólt 3-ba, de közben itt az újabb Squad Building Challenge, megvettem Kamenit, őt nem kaptam, hogy megvettem, és ott van még Defoe, ebben megvolt a 84-es overall, a két informal, és egy tradable Team of the Week packet szereztem be. Mindjárt látható, hogy megkaptam, így is van. És itt már tényleg valami nagyobbra reménykedtem, hogy legyen valami kis pluszom, mert
sokat öltem bele azért ebbe, láthatjátok, utolsó coinig elvesztem, de Team of the Week, reméltem, hogy Ronaldo lesz, mert ugye mondom, mindig úgy mentem oda, hogy remélem, hogy Ronaldo lesz. Nyílik a pak, és jött egy ilyen jó nagy csillag. Először azt hittem, mert angol volt, hogy Difo, de aztán Tatanem, és mondom, hogy Harry Kane. Harry Kane jött ki, aki 60 ezeret ér, visszajött mind az untradeable Difo, valamint mind a tradable Squad Building Challenge-nek az ára. Egyetlen egy játékossal, Harry Kane-nel, akit eltettünk a végére, ezt majd megmondom, hogy miért. De közben egy BPL csapatot láthattok, akik ellen sajnos megint kikaptunk. Mertens lett tőlünk a legjobb, 3-1-re vesztettünk. Itt ezen a napon nekem már nem termett túl sok babér. És itt tényleg már éreztem, hogy akkor ezt abba kéne hagyni. Silver 1 is jó. Kaptam egy olyan pakot, amit még soha nem kaptam, és nem is lehetett kapni a Transfer Marketen, szóval ez nekem külön pozitívum volt. De lássuk következő ellenfelünket, Serie A. Sok Juventusos, sok Rómás, de egy Bakka góllal vezetést szereznek a 32. percben. 1-0-ra vezettek itt. Én a Bundesliga csapatommal mentem, amit aztán Müller egalizált ki. Ugye 54. percben egy Draxler passból. De hosszabbítás után lejátszották gyönyörűen, Bonucci fekve csúszva adta be Manolas fejére, aki már döntötte fejesen a meccset. Csak akkor éppenséggel nekünk. Most is eldöntötte csak ellenünk, és ebben ki is kaptunk 2-1-re Willyman 4 ellen. Pedig szerintem végig partiba voltunk velük. Jól játszott az ellenfelünk, jó is volt a csapata. És itt láthatok egy csapatot, amit azért mutatok be. Mert az utolsó meccsre gondoltam, hogy picit inkább adjunk a mókának, és egy csomó olyan játékost tettem be, aki Squad Building Challenge-es, meg pakkos Kane-t is, ugye ott volt Inform Gyurcsó is. Ilyeneket raktam be, utolsó meccsen már gondoltam, picit brahizok egyet, kár volt érte. Bakambul ütte az első gólt a 14. percben, ja és a Pride Kit-be voltam, mert hogy egyszer fel kell azt is venni. Felvettem a Pride Kit-et, és Bakambul ütte a második gólt a 31. percben. Aztán még a másik fél idő elején rögtön Iszkót indították meg, aki eltette Courtois mellett a labdát, pedig itt tényleg egy erős kapusunk volt, de nem volt összhangja sajnos. Majd megint Tiszko az 58. percben, és itt csináltam a 60. perc környékén két cserét, Perbet helyett bejött Alex Hunter, és bejött valaki még szélsőnek. Itt még Perbet a pályán volt, aki megint indította Kane, és Kane az első meccsén és az utolsó meccsén megszerezte első gólját a 68. percben, de itt már Alex Hunter van pályán, Harry Kane pedig ki is osztja az első gólpasszát is, és Hunter is megszerzi saját maga a gólját. 86. percben kozmetikáztuk az eredményt, és azt mondjuk, hogy legalább szépen fogunk tudni búcsúzni ettől a FUT Champions-től is. Még ha nem is sikerült a Gold 3, de legalább a Silver 1 az végig megvan. És kaptunk egy Jumbo Premium Gold Player Packet, amit először kaptam, és tényleg a store-ból nem volt kapható. Igazából szerettem volna megnézni, hogy mit tud ez a pak, mert ezelőtt nem is hallottam róla, és nem tudtam róla semmit. 20 aranyjátékos, 7 ritka, egy nagy csillag, és egy olasz belsővédő, Barzaglit kaptuk meg. Az sors csapása az, hogy ez történt december 1-én 0 óra 01 perckor, és november 30-án 23:59-kor járt le a Movember kártyáknak az értékesítése, pedig ő Movember volt, ha abba kapjuk, mert még többet érne, így sér keveset, 25k-t azért megér, és így visszajön az egész FUT Champions. Jön a Megapack, a Megapackban már nem volt olyan sok ember azért, sajnos egy 83-as Tulalánt kaptunk meg, mellé pedig egy 83-as Fontét, és nagyon-nagyon sok szerződést, Scott Traininget, Lampardot, Gudeit, tele-tele ilyen játékosokkal. És nagyjából ennyi volt ez a FUT Champions. Itt van a győztesünk, a legjobbunk, akit kaptunk, Barzagli. Én örülök neki, igazából pakoztam egy 86-os játékost. És ennyi lett volna a 2.0. Egy gyors info a következő hétvégére. A magyar válogatottal fogom végigjátszani a FUT Champions. Ezt most kimondom. Igyekszem elérni minél magasabb szintet, de a válogatottal nem tudom, mennyire leszek jó. De remélem tetszeni fog nektek az is, és remélem tetszett nektek ez is, és hogyha tetszett nektek ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a komment szekcióban, miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Csanád voltam,
Sziasztok!